Ajándéklabdákat dobnak a gyerekeknek az EON munkatársai a Mi a pálya elnevezésű műszaki pályaválasztó rendezvény pécsi állomásán. Az általános iskolás gyerekeknek mutatták be itt, milyen szakmák közül választhatnak a tovább tanulás során. Szakmát mindenképpen, és utána meg majd eldől. Válaszolt ez a lány arra a kérdésre, hogy mit szeretne tanulni az általános iskola befejezése után. Az EON-nál azt mondják, ott kell lenniük a döntés pillanatában, hogy a tehetséges gyerekek majd náluk dolgozzanak szakemberekként. Ezért vesznek részt ezen az eseményen is. Már a képzésüknél jelen kell lennünk, úgyhogy ennek szellemében az EON a duális képzésben jelen van, a középfokú és a felsőfokú képzésben is. Itt most a Mi a pálya programon szeretnénk a pályakezdő fiataloknak megmutatni, hogy milyen izgalmas világ az, ami az energetikában várhat rájuk, hogyha ezt a szakmát választják. Az a célunk, hogy olyan élményeket mutassunk nekik, amivel tényleg ki tudják próbálni, hogy a valóságban milyen eszközökkel fognak majd dolgozni, milyen kihívásokra számíthatnak. Az országos rendezvénysorozatot minden évben megtartják, bár a Covid miatt ki kellett hagyniuk egy évet. Céljuk, hogy élményeken át ismertessék meg a fiatalokat a műszaki szakmákkal. A cégekkel együtt mutassuk meg a műszaki pályák világát a gyerekeknek, próbáljuk ebbe az irányba orientálni őket, illetve segítsünk a pályaválasztásban. Egy év valóban kimaradt, Budapestről indult 2015-ben, következő évben folyamatosan volt Pécsen is ez a rendezvény, élmény alapon, tehát próbáljuk segíteni a gyerekeket, megmutatni a szakmák, az ágazatoknak a szépségét. Ha kedvet kapnak, az a nyert ügyünk van. Pécsett a Gandhi tornacsarnokában több mint 10 cég, a helyi szakképzőiskolák, a helyi iparkamara is részt vett az eseményen. Összesen 1200 általános iskolás regisztrált a Mi a pálya műszaki pályaválasztó rendezvényre a Baranyai megyeszékhelyen.